Az elmúlt hétvégén, november 16-án és 17-én rendezte meg a Gyermeképség Alapítvány és a Kátai Gábor Kórház gyermekosztálya a Gyermekegészségügyi Napok című szakmai napját. Ez már a negyedik alkalom, amikor az alapítvány ismeretterjesztő szakmai előadásokkal várja a családokat. Dr. Nagy Mihály főigazgató főorvos szerint a gyógyító munkának fontos kiegészítői lehetnek ezek az alkalmak. Hál' Istennek azért elég sok alkalmat próbálunk teremteni, ahol a betegeinkkel, kollégákkal találkozunk. Gyakorlatilag ez már a sokadik év, amikor eljön az ősz, a késő nyár, amikor már a ködös idő beharangozódik, akkor már készülünk a gyereknapra. Igazából úgy tűnik, hogy ez egy jól kitalált időpont, amikor már a családok újra itthon vannak, a nyaralásoknak vége, és akkor a szülők, gyermekek el tudnak jönni erre az eseményre. Nagyon lényeges dolognak tartjuk ezt az egészségügyi gyermeknapot, ami egy ilyen nyílt napként a gyermekekkel, szülőkkel, kollégákkal, védőnőkkel, gyógytornászokkal, szakemberekkel tudunk találkozni, egymással tapasztalatot cserélni, kérdéseket föltenni kötetlen formában egymás iránt. Illetve hát vannak olyan kiegészítő programok, amelyek egy kicsit a családiasabb jelleget szolgálják, főzőcskézés, kóstolás, most lesz szoborbemutató, egy kis faragás, kézművesség, tehát olyanok, amelyek összehangolják, összekovácsolják a családot, illetve hát a gyerekek körül tevékenykedő embereket, nem csak a szülőket, hanem a pedagógusokat, a egészségügyi dolgozókat, a védőnőket. A késő őszi találkozót mindig a tavaszi motoros vonulás, a Tojrán eseménye és az ilyenkorra meghirdetett adománygyűjtés előzi meg. Már évek óta nagyon gyümölcsöző. Ezt annak idején még az aradi Erzsébet főorvosnő indította ezt a kapcsolatot, ő építette ki a motorosokkal, és azt tudom mondani, hogy nagyon, nagyon hasznos a gyermekosztály számára. Rengeteg eszköz, tárgyat, műszert tudtunk már beszerezni azokból az adományokból, amit ezek a fiatal emberek összegyűjtenek a gyermekek részére. Az intézmény életéből jelentős szerepet vállalnak fel az alapítványok, amelyek jóvoltából évente számos műszerrel, felszerelési tárgyal, bútorral gyarapodik az intézmény. Mi alapítványunk, a Kátai Gábor Alapítvány, nagyon jelentős pont, vagy jelentős bázis a mi működésünknek. Hál' Istennek egyre többen adják az 1%-ukat erre az alapítványra. Ezúton is kérek mindenkit, hogy aki teheti, a Kátai Gábor Alapítványra tegye, vagy utalja az 1%-át. A legjelentősebb tavaly évben volt, amikor 30 millió forinttal egy kardiológiai ultrahanggal is gyalapodott az alapítványon keresztül az intézet, de idén is több millió forintnyi eszközt, tárgyi eszközt, ápolási eszközt, most éppen a két hete nincs, 900 darab lepedőt tudtunk venni, hogy a beteg ellátáshoz szükséges plusz dolgokat beszerezzük. Tehát én úgy gondolom, hogy a napi munkánkban nagyon jelentős, hogy ők vannak. Hál' Istennek a kuratórium tagjai nagyon segítőleg állnak hozzánk, nagyon jó a kapcsolat velük. Ezúton is köszönöm a Kátai Alapítvány kuratóriumi tagjainak a munkáját, mert valóban nagy-nagy segítséget tudnak nyújtani a mi betegápolási, gyógyítási munkánkban. Az a pénz, ami arra az alapítványra bejön, az mindig a betegekre fordítódik. Tehát sosem olyan virtuális, mondva csinál dolgokra, amik megfoghatatlanok, hanem valódi tárgyakra, ami néhány napon belül már a betegnél van, vagy a beteg használja, vagy a beteg miatt használjuk. Az esemény fővédnöke a kórház főigazgató főorvosa, de mint a fővédnök maga is elárulja, igazából az alapítvány és az osztály munkája egy két nap eseményeiben a meghatározó. Mi igazából a hátteret adjuk hozzá, ez úgy gondolom, hogy régi. A kórház dolgozói, akik nagyon aktívak, nem elsősorban a vezetés, bár a vezetésből is lesz előadó. A kórház, a konyha dolgozói, a nővéreink közül, az ápolóink közül, az orvosaink közül sokan adnak elő, vagy aktívan közreműködnek benne, akiknek köszönöm is ezt a munkát. Ez egy önkéntes munka.
mi inkább a környezetet, a hátteret próbáljuk biztosítani, meg amennyire lehetséges egy kicsit kérni az anyagi segítséget ehhez, és hát ezúttal megköszönöm azoknak a vállalkozóknak, egyéneknek, akik erre az alapítványra pénzt juttattak. Ugye itt a Gyermeképség Alapítvány koordinálja ezt a munkát, vagy a Kátai Gábor Alapítványra, mert abból is tudunk erre fordítani. Mindenkinek nagyon köszönöm az eddigi segítséget. A gyermekegészségügyi napokat már negyedik alkalommal rendezték meg, amin dr. Aradi Erzsébet főorvos, a kuratórium elnöke elmondta, a két napot más és más tartalommal töltötték meg. Az első napunk közkívánatra, azt kell mondjam, az újraélesztés lesz újszülött, csecsemő, gyermek és hát felnőtt korban. És ezek gyakorlatokkal, előadásokkal, szimulációs és szituációs gyakorlatokkal, gyakorlási lehetőségekkel biztosítjuk. Na most hát miért szükséges ez? Az, hogy tulajdonképpen a motto, azt hiszem, hogy kifejezi a nap mottoja, hogy lélekjelenlét kell hozzá, lásd, halld, érezd. Tehát lásd meg a bajd, halld meg, ha nem is látod, érezd át a helyzeted, és tessék, tedd azt, amit tenni kell, hiszen ez nem hőstett, hanem azt hiszem, hogy elemi igénye mindenkinek, hogy segíteni tudjon azon, akin csak lehet, pláne, hogyha gyermekről van szó. A második nap témája pedig a lélek tápláléka mottóját viseli, és ezt a témakört, hogy lehetünk mi a gyermekeink hasznára, hogy tudunk mi egészséges, épp lelkű gyermeket, ugye épp testben épp lélek, épp lélekkel épp test, gyermeket nevelni. Mi a teendünk akkor, amikor még otthon van, tehát nekünk a szülőknek, mi a teendünk akkor, hogyha a legfontosabb szocializációs környezetébe kerül már közösségbe, óvodába, iskolába és még felsőbb iskolába, hogy tudjuk irányítani a lelki fejlődésüket ahhoz, hogy tényleg a jövő generáció egészséges legyen, és valahogy megállítsuk, ha lehet, visszaszorítsuk ezt a folyamatot, hogy egyre több a beteg, és egyre több a depressziós, és kedvetlen, és céltalan, serdülő és felnőtt. És ezt a témát úgy járjuk körbe, hogy mindenki számára érthető legyen, de óvodapedagógus, iskolapedagógus, természetgyógyász, gyermekpszichológus, gyermekpszichiáter, lelkész, gyermekgyógyász professzor fog előadni. Tehát minden nézőpontból, minden aspektusból, és lehet kérdéseket feltenni, és azt hiszem, így sikerül a teljességre való törekvés igénye nélkül egy kis ízelítőt adni, hogy szinte a nap minden pillanatában, minden társas kapcsolatban, minden szóval lehet rombolni a gyermek lelki világát, és rosszra tanítani, agresszióra, stb., és lehet jóra is, befogadóra, derüssé nevelni a gyereket, amely a belső nyugalom, a kiegyensúlyozottság és a belső szabadságnak, a lélek szabadságának a meghatározó dolga. A második előadói nap tehát a lelki egészséget és ezen belül a család, a szülők feladatait, lehetőségeit járták körül, nem véletlenül. Mindenki magáért felelős, illetve a szülő meg gyermekéért felelős elsősorban, ezért az első három év tényleg a szülő, de hát főleg az anya feladata úgy indítani, és aztán pedig úgy a közösségi csoportoké. Na most a mai szülők egy része, sajnos és egyre nagyobb része úgy próbálja megadni a mindent a gyermekének, hogy mindent megvesz, amit a reklámokból hall, a tévében lát, amit a gyermek mond, hogy az óvodában a társainak van, és a gyermekre szánt minőségi idő, a gyermekkel csak vele töltött idő. Ha több gyermeke van, nem egyszerre kell a több gyermekkel. Minden gyermekkel kell minden nap egy 20 perc csak saját szabad időt, minőségi időt tölteni. Ez a minimum. Na most hogy lehet ez? Hát nem kell leülni mellé. De ne is úgy csináljuk, hogy mi csináljuk a dolgunkat, te meg ülj le kisfiam ide mellé, és akkor mondjad. Nem. Vagy együtt csináljunk valamit, főzzünk együtt, takarítsunk együtt, tehát együtt csináljuk, ő is dolgozzon, én is, és akkor spontán megnyílik. Tehát beszélgessünk, nyissuk meg a kis lelkét a jóra, a szeretetre, és akkor kiegyensúlyozottabb lesz. Tehát nagyon nehéz ebben a világban valóban
olyan úgymond egészséges gyereket kiadni, de hát miről tehetek én? Nem tehetek mint egyén, a fénystresszről, a zajstresszről, az idegesítő munkahelyi főnökről esetleg. Nem tehetek arról, hogy milyen a pedagógus, hogy milyen az óvónő, de arról tehetek, hogy én milyen vagyok. És ha a gyermek otthon egy biztonságos hátteret, egy derűs, megnyugtató, bizalomteljes kapaszkodót kap, akkor mindig vissza tud oda térni, és akkor, amikor elhajtja őt a külvilág mindenféle depresszióra, túlhajtásra, felajzottságra ható ingere, akkor azért nem száll el, hanem azért meg tud kapaszkodni. És aztán majd az ő egyéniségét majd úgy alakítja már később, amikor a szülőnek már kötelessége elengednie, hogy az alapok benne maradnak. Az egyre szélesedő probléma okai nyilvánvalóak, ám az illetékesek áthárítják a felelősséget. A 80% áthárítja a felelősséget, nem át akarja hárítani, áthárítja. Igen, mert hibás a tévé, mert hibás a tanárnéni, hibás az orvos, hibás a média, és mindenki hibás. A bolt is hibás, mert miért árul annyit, én meg mit tehetek? Hát én nem tehetek az ellen. Hát pedig ezt mondom, hát nem is azt fogja befolyásolni, hogy most 800 sampon közül kell választani a gyereknek, és idegbajt kap, mire azt az egyet kiválasztja, amire elküldték a boltba, ugye? És még nincs is megkérdezni, hogy kegy csókolom, anyukám azt mondta, hogy tessé már egy ilyen sampont adni, nem, ott végignézheti a szádat. Hát persze, lehet, hogy a csokit nagy idegességébe fogja magát, ellop egy csokit mondjuk, vagy vesz, vagy mindegy, hogy megeszi. Tehát arról nem tehet a szülő, de arról tehet, hogy ő hogy küldi el a boltba a gyereket. Mondja el, hogy tudod, egy ilyen színűt, így, úgy, tudod, hol van, lerajzolom, megbeszélem, vagy egyszer elmegyek vele, megmutatom, és legközelebb egyedülködöm. Tehát tanítom. A legjobb tanítás a saját példa. De azt visszatérve a kérdés második felére, az, hogy ezért ő is felelős, és hogy neki meg kellene változnia ahhoz, hogy a gyermeke legalább otthon lásson normális értékrendet, hát azt már nagyon kevesen látják. Erre szeretnénk most valahogy ráébreszteni őket, hogy igen, neked is van dolgod, a pszichológus szemszögében, nem rögtön rohanni a pszichológushoz, hogy már ide is hordom, oda is hordom, már 5 orvosnál voltam, már minden, és mégis bekakál, mikor óvodába kell menni. Vajon miért? A novemberi találkozókra távolról is érkeznek vendégek, a motorosok képviselői látogatnak el a kórházba átadni az adományokból vásárolt felszerelést. Az idén ugyan a látogatás elmaradt, de az ajándékozás nem. Ilyenkor adományaikkal, vonulások kapcsán összegyűlt helybeli vállalkozói és egyéni adományokból származó pénzt jól használjuk fel, vásárolunk, ami szükséges a gyermekosztálynak, újszülött részlegnek, gyermekjáró betegrendelésnek, és az idén egy 24 órás vérnyomásmérésre szolgáló monitort vettünk, már megint, egy jó pár éve már vettünk ilyet, de sajnos éppen a túlhajszolt, túletetett gyermekeink között egyre több a magas vérnyomású, egyre több a cukorbeteg, egyre több a elhízott, és sajnos ugye a tudomány fejlődésével azt látjuk, hogy azért mégis egyre több a gyógyítható szívbeteg is, de azt látjuk, hogy a minap is történt ugye olyan baleset, hogy hirtelen edzés közben, vagy tornaórán esett össze a gyerek és meg is halt. Hát tulajdonképpen azért nem szűrővizsgálat szerűen, de hogy az igényeket ki tudjuk elégíteni, és ne legyen túl nagy a várakozási idő, ezért kellett még egy monitor, tehát ez kb. 600 ezer forint értékű, és vettünk még egy újszülött osztályra egy ilyen baba tologató kocsit, amiben ugye az anyukák kitolhatják be, anyukák, hát egy darabot vettünk, 94 óta vágyam ez, de hát 60 ezer forint darabja, és 20-at semmiképp nem tudnánk venni, hát most vettünk egyet, majd még egyet veszünk az 1%-ból, és akkor majd kipróbáljuk, hogy mennyire örülnek neki az anyukák. A két napon ételkóstolás, kézműves foglalkozás, kiállítás is színesítette a programot, ezt mind az alapítvány támogatói biztosították. Mivel az egészséges életmódra nevelést tűztük ki célunknak, nem csak az osztályon, hanem szélesebb körben is, mármint a Gyermeképség Alapítvány, ezért
egészséges ételek bemutatóját itt minden alkalommal megejtjük, hogy előadások között szünetben kóstolgassanak, és lássák, hogy mit lehet készíteni zöldségből, mit lehet enni, mit lehet nem, mit javasol, és tulajdonképpen kiderül, hogy mindent lehet enni, csak ügyesen elkészítve, olcsó anyagokból is, és hogy ízletesen is el lehet készíteni, csak mértékkel kell enni. És hál' Istennek vannak állandó szponzoraink, akiknek csak annyit kell mondani, hogy most lesz a negyedik, és akkor, hát hogy ne, természetesen segítünk, és mindig biztosítunk valamilyen kézművességet is. Hát volt itt már nálunk zöldségfaragó, mézes kalácsos, hát most éppen fafaragó művész és felesége, a csuhéjfonó és gyöngyfűzőművész Tyukodi László és Tyukodi Lászlóné jöttek el, és ők örvendeztették meg a társaságot. Holnap pedig még agyagozás is lesz ezen kívül, mert Szabó Mihály felajánlott egy csomó agyagot, és a szociális foglalkoztatónk, vagy a pszichiátriai egyik foglalkoztatónk, Lukács Edith pedig ügyeskezik, úgyhogy a gyerekek gyurmázhatnak vele, festhetnek, ki is lehet égetni, haza is lehet vinni a megfestett kavicsokat, télapókat, és lehet belőle jó kis karácsonyi ajándék. És most egy új dologgal bővült a itteni kínálatunk, hogy azért a így lazább környezetbe egy kis csipegetés közben lehessen az előadókat is kérdezni, lehessen beszélgetni a kiállítókkal is, de most bemutatjuk a magneterterápiás kezelés lehetőséget és a színterápiát is. Ugyanis tavaly merészkedtünk a motorosok pénzéből ilyen komplementer gyógyító eszközöket venni, amelyek persze segítik a nem nélkülözik szükség esetén antibiotikum és orvosi beavatkozásokat, hanem annak a gyógyulását segítik, illetve nagyon jó szolgálatot tesznek a megelőzésben. Nővérkéink, tehát használjuk az osztályon, és tényleg mi is pozitív tapasztalatot szűrtünk le már egy év alatt, és egy kicsikét népszerűsítjük ezt, hogy tulajdonképpen, ha nagyon összegyűlik a pénz, és nem tudunk mit venni, és már kínunkba már mindenféle, százféle csónakot veszünk, amelyet csak nyáron tudunk használni, akkor áldozzunk már legfeljebb ilyenre, vagy esetleg keressünk meg a módját, hogy lehet a kezelést itt hát megoldani. A szakmai nap szombat délután az újabban vásárolt műszerek átadásával ért véget.